Szereti Isten a nagyot, szereti a kicsit is, akkor is, ha eső esik, vagy ha kék az ég. Szervusztok, gyerekek! Most újra találkozunk. Van Bibliátok? Vegyük elő. Egy pár gondolatot fogok elmondani nektek egy bácsiról. Tudom, hogy szívesebben hallanátok másról, más érdekesebb dolgokról, de most egy sorvadkező emberről fogok veletek beszélni, és nagyon nagy tanulsága lesz ennek. Hát el tudjátok képzelni, ugye, most Kapernaumban vagyunk, Izraelnek egyik helyén, és a Kapernaumi zsinagógában vagyunk. Ma már a Kapernaumi zsinagógának csak romjai vannak, egy pár oszlop, és hát az idő elszállt, de ott valamikor azon a helyen egy nagy dolog történt. Mikor Jézus bement a zsinagógába, a templomba, akkor látta, hogy van ott egy sorvadkezű ember. Hát annyira nem igen, az izmai is már oda tapadtak a csonthoz. Hát már nem igen tudta, talán így ennyire tudta a kezét. Már nem tudta a kezét felemelni a szájához, hogy betegye az ennivalót, vagy a csokit a szájába, vagy hogy igyon egy pohár vizet. Nem tudta. Így ült, és az volt a szigor, hogy egy ilyen csonka, sorvadkező ember, hogyha bement a templomba, nem ülhetett a többiek közé, hanem guggolni kellett, külön a közösségtől, ott a fal mellett, le se szabad volt neki ülni, hanem guggolni. Guggolva hallgatta a prédikációt, guggolva hallgatta az énekeket, a beszédeket, és félt az emberek tekintetétől, mert mindenki a rossz szemmel nézett rá. Hát ez volt a sorvadkező ember. És hát ott a templomban sokan voltak, és nem tetszett nekik, hogy ott van ez a sorvadkező ember, és amikor meglátták, hogy Jézus bejön oda a templomba, akkor azt gondolták, hogy hát itt Jézus valamit csinálni fog, megzavarja itt az ünneplést, megzavarja Jézus a templomi összejövetelünket, majd itt kalamajkát csinál, majd itt nagy kiabálások lesznek. És sokan ott figyelték a sorvadkező embert, hogy guggol-e még? Remeg a térde? Na, hadd guggoljon tovább, guggoljon! Na! És mindenki árgus szemekkel, ilyen kidüllett nagy szemmel nézték, hogy mi lesz itt. Hol Jézusra néztek, hol a guggoló, száradkezű emberre. Aztán érdekes dolog történt, képzeljétek el, hogy Jézus odafordult ehhez a szerencsétlen emberhez. Ugye így tartotta a kezét, sorvat keze volt, nem tudott még enni se vele. És azt mondta neki Jézus. Mit gondoltok, hogy mit mondott neki Jézus? Azt mondja neki, hogy na, marsz kifelé, én el a templomból, mit guggolsz itt már? Mennyit guggoltál már itt? Menj ki innen, olyan rossz ilyen embert látni, hogy guggol, meg csúnyán tartja a kezét.
Nem ezt mondta Jézus, gyerekek, hanem azt mondta kedvesen, képzeljétek el. Jézus kedvesen azt mondta, hogy gyere csak, fiam, a sorvat kezeddel, és állj ide a középre, állj ide a középre. Ott ülnek az emberek, képzeljétek el, hogy Jézus a középre állítja ezt az embert. Mindenki beláll a lélegzet, hogy most mi lesz. Nem guggol az ember, hanem ott áll a középen. Mi lesz most? És akkor Jézus egy pillanatra elcsendesedett. Jézus komolyan imádkozott. Az atyára gondolt a szívében, és akkor hirtelen azt mondta Jézus, hogy nyújtsd ki a kezedet! Na és mit gondoltok? A bácsi ki tudta-e nyújtani ezt a sorvat kezét? Vagy úgy maradt, és mindenki ott röhögött hátul, hogy ha-ha, ugye nem sikerült, nem sikerült. Képzeljétek el, hogy amikor elhangzott Jézus hatalmas szava, hogy nyújtsd ki, akkor megpróbálta, ez a sorvat kezű ember megpróbálta a kezét, megpróbálta az ujját valahogy szépen elengedni, az ujját, ki tudta nyújtani az ujját, és képzeljétek el, így a kezét kinyújtotta, és vissza tudta hozni magához, fel tudta emelni a kezét a magasra, halleluja, azt mondta, ki tudom nyújtani a kezemet. El tudjátok képzelni, hogy örült ez a sorvat kezű ember? Nagyon örült. Felnyújtotta a kezét, letette a kezét, kinyújtotta a jó kezét, visszahúzta a jó kezét, és előre nyújtotta a rossz kezét, ami beteg volt, és szépen visszahúzta. Bemutatta, hogy bizony ki tudom ám nyújtani a kezemet, ki tudom nyújtani, képzeljétek el, nézzétek, ki tudom nyújtani a kezemet. És mindenki bámult, bámult a pap, bámult a harangozó, bámultak az idős néni, bámultak a bajuszos bácsik, és bosszankodtak. Bosszankodtak magukba, hogy Jézus megzavarta az Isten tiszteletet, mi pedig annyira vártuk, igazalva imádkoztunk, annyira vártuk, hogy majd olyan szép áhítatos dolog lesz, egy szép prédikációt meghallunk, és Jézus mit művelt itt, idehozott egy furcsa embert, és hogy meggyógyult. És az emberek méltatlankodtak, haragudtak az emberek, morogtak maguk között, és az egyik megbökte a másikat. Na, Pali, elég ebből, gyere ki, menjünk ki innen, menjünk ki, kelj föl a padból, menjünk ki innen, mert ez mégis ez egy borzasztó dolog, ami itt történt. És az emberek morogva kimentek, és azt mondták, Jézust megtámadjuk, botokkal rátámadunk, hogy gondol ő ilyet, hogy itt, mikor ünnepnap van, szombat van, hogy itt beteget gyógyít. És mi most nem azokra figyelünk, akik bosszankodva mentek ki a templomból, hanem arra, akivel történt valami, arra az egy emberre figyelünk, akire rááradt az Úr Jézus szeretete,
és hogy az ő szeretetétől ez a béna kéz is épp lett, egész lett. Csodát tesz az Úr Jézus a mi szívünkbe is, a mi testünkbe, a mi agyunkba, nem fog az eszünk, tanulnánk a leckét, imádkozunk, és ő segít nekünk. Az Úr szeret titeket. És most azt mondja itt az aranymondásban, ezt megtanuljuk, azt mondja Jézus, nyújtsd ki a kezedet. Erre kinyújtotta, meggyógyult a kezét. Ezt az aranymondást fogjuk megtanulni. Mondjátok velem, nyújtsd ki a kezedet, és nyújtsuk a kezünket. Erre kinyújtotta a kezét, mert meggyógyult. Még egyszer, nyújtsd ki a kezedet, mondta Jézus a béna embernek. Erre kinyújtotta a kezét, mert meggyógyult.